Sziasztok! A mai videóban a Hemiblabera tenebrikóza nevű csótányfajról szeretnék nektek egy kicsit beszélni. Pont most takarítottam őket, és ezért gondoltam, akkor miért ne ragadnám meg az alkalmat, és mutatnám be őket nektek egy kicsit, hiszen nekem ez az egyik kedvenc fajom, és azt gondoltam, szuper lenne, hogyha másnak is megjönne a kedve a tartásukhoz, mert szerintem a legegyszerűbben tartható faj. És mindjárt el is fogom mondani, miért. Először is a dobozukat szeretném bemutatni. Most készítettem nekik ezt a dobozt, ugye a csótányos videómban is, ezt az előző csótányos videóban is ezt láthattátok. Ugye ez egy 20 literes Tesco-s doboz, 38x, 26,5x, 28,5 centis. Nos, ennek a fajnak egyébként egy laposabb doboz is tökéletesen megfelel, de csak ilyen volt a Tesco-ban, úgyhogy azért ebben a dobozban vannak most, mert nem igazán szeretnek mászni, nekem legalábbis ez a tapasztalatom. A talajban élnek, fogalmazhatunk így, ez egész napjukat a talajban töltik, ettől még vastagabb talajréteget is lehet nekik betenni. Én igazából úgy szoktam, hogy azt vettem észre, hogy a talajban bármit, amit ehető, például kókuszrost, megeszik, szóval szoktam néha pótolni egy kicsit nekik a talajt. Tehát az anélkül, hogy minimum ennyi talajréteget igényelnek, hogy el tudjanak benne bújni. Most ez nagy darabos kókuszrost, nem kevertem hozzá semmi mást, ez csak egy ilyen teszt doboz, igazából azt próbálom kitapasztalni, hogy ez jobb-e nekik, mint hogyha virágföldet is keverek hozzá, mert azt vettem észre, hogyha valamennyi virágföld is van a kókuszroshoz keverve, akkor gyakran a virágföld tehát összetömörödik a doboznak az alján, és igazából az ember azt látja, hogy van ennyi talaj, de igazából a csótányok nem tudják az összeset elbújásra használni, mert a virágföld összetömörödik. Úgyhogy most kipróbálom, hogy ez jobb-e, illetve van még néhány talajkeverék, amit tesztelek velük, mert hol tipuk. Gyerítjük! De nem túl nagy igényű ez a faj igazából, ennyi nekik a lényeg, hogy el tudjanak bújni, tehát valamilyen laza szerkezetű talaj legyen, ez kiemelten fontos. A másik, amit nagyon szeretnek, hogyha enyhén nyírkos a talaj, ezért is nagyon jó szerintem a kókuszrost, mert jól tartja a nedvességet, nehezen szárad ki. Nem tudom, mennyire látszik, hogy egy kicsit jobban ráközelítek. Ugye, hogy a kókuszrost világos barnás színű, hogyha kiszárad, ez pedig láthatjátok, hogy szép sötét barnás színű, tehát enyhén nedves. Nyilván, hogyha megnyomom, akkor nem jön belőle víz, tehát nem szabad, hogy tocsogjon, mert akkor ugye a csótányok nem tudnak benne elbújni. Épp az előbb etettem meg őket, gondoltam, hát ha akkor egy kicsit előbújnak, mert... Hát elég szégyenlősek, hogyha fogalmazhatok így. Tehát, hogyha valaki egy olyan csótányt szeretne tartani, ami hát szem előtt van és nézegetheti, akkor ez a faj nem lesz jó választás, mert ők tényleg csak éjszaka lámpaoltás után teljes sötétben merészkednek elő, akkor mászkálnak ugye a talajfelszínen, egyébként az egész napot a talajban töltik. De miért szuperfaj mégis? Nos, először is szerintem nagyon szépek. Gyere csak! Először is szerintem nagyon-nagyon tetszetősek, tehát kinézetre nekem nagyon tetszenek. Mindjárt megnézem, akarok keresni. Ez pont egy hím. Szóval, mindjárt megmutatom, hogy mi a különbség a hím és a nőstény között, de rögtön azzal kezdeném, hogy, amit sajnos még nem sokszor volt lehetőségem megfigyelni, mert nincs lehetőségem esténként a csótányok mellett ülni, ugye láthatjátok, hogy van kis pici szárnyuk, ami nyilván repülésre nem alkalmas, de hát akkor mégis mit csinálnak vele? Nos, más csótányfajra is jellemző ez, de erre a fajra, hogy ennél a fajnál ezt már meg is tudtam figyelni, hogy udvarláskor a hímek ezeket a kis icipici szárnyaikat emelgetik, és úgy igazából táncolnak a nősténynek, és próbálják őt lenyűgözni a kis pici szárnyukkal és annak emelgetésével. Szóval ez egy hím. És az előbb itt láttam egy nőstényt, egy másik dobozba. Gyere csak ide. Igen. Szóval,
A potrohókat kell megnézni, hát egyrészt láthatjátok, hogy a nőstény nagyobb is, mint a hím, ez is sok fajra jellemző, másrészt pedig ugye az utolsó szegmenseket kell figyelni a potrohon, a jobb oldalon láthatjátok, hogy a nőstének van egy hatalmas szegmens, még ugye a hímnek ott kettő. De ugye ennél a fajnál ugye a méret is mérvadó. Ugye látjátok, hogy a nőstének is van szárnya, ők nem igazán használják ezt a szárnyat semmire. Úgyhogy így lehet őket megkülönböztetni, és ugye mutatok mindjárt egy nimfát. A nimfáknak, opa, bocsi, bocsi, kicsi csóti, ugye a nimfáknak pedig nincsen szárnyuk. Így. Sajnos azt nem tudom, hogy pontosan hány stádiumon keresztül vedlenek, 6-7 szerintem, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. A későbbiekben majd jobban fogom figyelni, és akkor, ha már tudom a pontos számot, akkor mindenképpen megosztom veletek. De egyébként, ami miatt mondtam, hogy nagyon szuper ez a faj, az az, hogy szobahőmérsékleten is tökéletesen el vannak, és nagyon jól szaporodnak, még teszek ide még párat. De jó, oké, megmutatom nekem, nagyon sok van ebből a fajból. Most takarítottam őket, és az egyik dobozban volt ennyi. Úgyhogy ide. Mehettek is. Tehát láthatjátok, hogy a másik dobozban virágföld volt, tehát azért földesek egy kicsit. Ami érdekes, és nem igazán tudom az okát, az az, hogy alapvetően ez a faj ilyen sötét barnás színezetű, de nekem elég sok világos, aranyba hajló színű is van a kolóniámban, nem tudom ennek mi az oka, lehet, hogy ez egyfajta színváltozat, fogalmam sincs, nagyon szép változatos faj. Nos, tehát mégis miért klassz ez a faj? Na, én azért szeretem őket, mert szerintem nagyon-nagyon szépek, nagyon érdekes ez a viselkedésük, ahogyan a hímek udvarolnak a nőstényeknek, és nem mellesleg nagyon jól tehát szaporodnak is, szobahőmérsékleten is, természetesen melegebb hőmérséklet esetén ők azért gyorsabban fejlődnek, gyorsabban szaporodnak. A hímek átlagban olyan 4-6 hónapig élnek, bocsánat, már adultként, a nőstények pedig általában olyan 6-8 hónapig, tehát nem egy kifejezetten hosszú életű faj. De elég szaporák, és éppen ezért hüllő eleségállatnak is nagyon klasszak, úgyhogy lehet már az eleségállatos videómban esetleg láttátok is őket. Nos, tehát igazából röviden összefoglalva azért nagyon klassz ez a faj szerintem, mert tényleg a szobahőmérsékletet is nagyon jól bírják, semmi problémájuk nincs, hogyha nem kapnak melegebbet, ami viszont ugye a kulcs náluk, a vastag, enyhén nyírkos talaj. A kiszáradást egyáltalán nem szeretik. Hogyha egy kicsit véletlen elhanyagoljuk őket, akkor sincsen semmi probléma, hogyha enyhén nyírkos a talajuk. Tehát ennivaló nélkül egészen jól bírják, tehát hogyha elmegyünk esetleg nyaralni valahová, akkor is jól el vannak, amíg nyírkos a talaj. Nos, hogy lehet a talaj nyírkosságát elérni? Egyrészt gyakori permetezéssel, másrészt pedig láthatjátok, hogy nem sok szellőző nyílás van a dobozon, és ugye azok is, ugye a mikropórusos tapasz azért valamennyit tompít a szellőzés hatékonyságán. De egyébként egy nagyon szuper faj. Egyáltalán nem válogatnak, bármilyen zöldséget, gyümölcsöt megesznek. Szerintem, hogyha egy darab krumplit raknék be, azt is megennék. Most egyébként ugye édesburgonyát, almát, banánt adtam nekik. Nyilván a gyümölcsöt jobban szeretik. Tehát ha van bent egy banán, meg mellette még nem tudom, répa, akkor előbb a banánt eszik meg. Nagyon szeretik a fehérjét is, macskatápot szoktam nekik adni, de ez érdekes módon ez a faj például nagyon szereti búzakorpát, meg a zappelyhet is, úgyhogy ilyesmit is szoktam nekik adni, mert elég hamar megeszik, sokszor van, hogy hamarabb megeszik ezeket, mint a macskatápot, vagy a zöldséget, gyümölcsön. Úgyhogy, ha egy érdekes kinézetű fajra vágysz, vagy szeretnél valamilyen nem szokásos, nem szokványos táplálékállatot tartani és tenyészteni, akkor nagyon tudom ajánlani ezt a fajt. Az egyetlen hátránya az lehet, ugye, hogy beássa magát a talajba, de az az igazság, hogy a legtöbb fajnál, például hogy én a madárpókáimnak szoktam adni, mert ugye, hát most nem tudok olyan kicsiket mutatni, de hát ez az átlag nimfa méret, amit már az ember észrevesz, de nagyobb testi pókoknak szuper lehet, illetve a kamélónomnak is szoktam adni, méghozzá úgy, hogy
Csak beleteszem egy kis üvegedénybe, és oda tartom a kamillónak, ő meg szépen kieszegeti belőle. Tehát igazából vannak módjai annak, hogy ereségeletként fel tudjuk használni, illetve a madagaszkári pajzsos gyíkjaimnak a kedvenc elesége, mert ők a talajban élnek, szintén a gyíkok, és egyszerűen csak kiássák őket. Tehát igazából szerintem lehetnek olyan fajok, amiknek ideális táplálékállat. És tényleg viszonylag szaporák, hogyha már az embernek van egy nagyobb tenyészete. Hát nem is tudom, mit lehet még róluk mondani. Igen, az egyetlen problémám velük, amit ugye az eleségállatos videóban is már említettem, hogy ez a nyirkos talaj, ez szereti magához vonzani a mindenféle kártevőket, muslicákat, egyéb szárnyas dolgokat, tehát arra érdemes figyelni, hogy, nem mutatom, jó, vagy jól záródó dobozt válasszunk, vagy kicsit, ez, kicsit macerás, tudom, én most a papírtörlő módszernél tartok, így, tök mindjárt megmutatom, tehát mivel ez a doboz nem záródik túl jól, ezért papírtörlőt teszek a doboztető és a dobozpereme közé, és remélhetőleg így semmi nem jut be ebbe a dobozba. Eddig ez a módszer nekem nagyon jól működik, természetesen próbálok majd valami ajtótömítést, vagy egyéb jobb megoldást találni, mert jó, nyilván ez nem túl esztétikus, de eddig jól működik. Szóval, nagyon ajánlom mindenkinek ezt a szuper klassz fajt. Ha bármi kérdésetek lenne, akkor írjatok nyugodtan, illetve amit láttatok, elég sok van belőle, ez egy doboz a háromból. Úgyhogy, ha bárki szeretné ezt a fajt, akkor keressetek nyugodtan. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a következő videóban.